Sziasztok! Ez a második része a harmadik évadnak, és Dávid Frepp itt van velem. Eljönnél értem a városházára, a kedves barátom. Hát, mivel nincs autó, minden. Akkor megkérdezik egy kislányt, hogy hazavinnem, mert beszartam. Nem, oda eléugrok egy embernek, hogy... Na, várjál, elütött! Akkor nem is bírtam beérni, hogy jó estét továbbhajtott. Azt hitt, hogy azaz! És ne továbbhajtott. Én be akartam írni, hogy elvinném, mert befostam. Jó esti, jó estét. Hups, ez furán sikerült. De hogy pucsítok? Nem vinne haza? Beszartam. Majd akkor értem, mész városházára? Aha. Aha. Itt vagy? Itt vagyok, na. Jössz városháza? Nem tudok. Kézen állok a városházán mostantól. Admin láttára. Istenem, szóltam adminoknak, hogy az összes szaros fagyiskocsiból kifogyott a benzin, és erre elkezdjük, hogy pörgött benzin, pör feltölt. Hát, ha ilyen gazdagok lennénk mi. Ja, majd persze saját pénzemből fogunk tankolni. Ó, itt egy új biznisz, ezt még nem meg se néztem prados kocsival. Hol van? De majd tényleg nincs kocsi, meg ilyesmi, de mindig van nálunk kanna benzin. Hát igazából azt kell csinálni. Egy érdelem van itt. Ó, te random csávó az járdán. Beszéljek vele. Én meg addig próbálok kocsit lopni. Média... Itt is van egy MediaMarkt, találtam még egyet. De ugyanaz... Bakker, gyorsan a kocsimhoz! Ne, a prodos kocsim nehogy eltűnjön. Nem, most száll be valaki. Várjál, mentős kocsi, gyorsan kiugrok, hogy hazavigyen. Ráugrottam és nem állt meg. Aha, bementem a mentőköz, hallod? Bement robogóval egy gyerek, és én pont besurrantam ott. Várjál, megkérdezem a mentősket, jó estét? Beszartam. Hazavinne. Bár nem tudom, bár hol nem lakok. Hát itt vagy a Combination-nél, gyere már ide. Én meg itt vagyok a kórháznál. Jó, de a prodos kocsimat be kéne tolni a Combination-nél. Hívjak magának taxit! Ha fizeted, akkor ja. Nem vagyok olyan burzsú, ecsém. Fúj, a kezét mozgatj, mint hogy meg akarna baszni. Tudod, jobb klikkes. Akkor én is nyomogatom. Már mögé állok és úgy csinálom. Skalabba van, na jó, kocogok tovább az útszélén. Éhes vagyok. Mi ez a robbanás? Megint nem hallok semmit, kár volt megint így bebaszni. Itt egy posta öcsi. Gyere már ide, gyere már. Ja, ott vagyok. Itt leszek a LSD-s kocsi tetején, és majd támogatom. Úristen, szikrát csinálsz az öngyújtó, hogyha eltekerem a szarját. Futok tovább itt a bácsi szkénnyel. Meő. 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 Ó, mit látnak szemeim? Kirabolni való. Prodos kocsi. Na, gyere már ide. Kocogok oda, emberek, nem bírok ezzel, ezzel csak futva lehet haladni egyébként, olyan lassú. Egy zombi. Itt meg táncolsz felette. Permi előveszi. Permi fényezi, permi. Igen, táncolj csak, táncolj. Igen. Táncolj csak. Na, gyere, el kell tolnunk odáig. Tudsz ilyet? Takarodjál?
Hát a fizika szerint ez lehúzna engem, mert olyan szép egyenesen állok. Hagyjál már békén! Hova toljuk be? Ne üssé már! Bocsi, jó, hova? Én kemény kungfus öregembe vagyok, hova toljuk? Jaj, jaj. Hova toljuk az LSD-t? Nem tudom tolni. Hagyjál már békén! Te... Hagyjál már békén! Ketten toljuk! De hova? De hova? Oda előre! Miért mindig a, miért a fegyóborba szállítod? Ó igen! Ó igen, működik! Működik! Miért a fegyóborba szállítod, Nigger? Mert bazeg, ez közelebb van Orhamrához. Hülye alkoholista. Nem bírok futni, már csak kocogok, látod? Nem bírom utolérni. Úha, kezdve döntjük ki az oszlopokat. Lehet, az kicsit lelassítja a mozgást. Nem bírom utolérni, mert olyan gyorsan mézünk, nem bírok olyan gyorsan menni. A rendőr! Bazeg, a rendőr! Ezt le fogom lassítani, és megy tovább emberek. Ezt felrakom egy külön videóba, hallod. Nem vettek észre, most gyorsan. De látod, megpördült vissza a helyzetbe, és ment tovább. Egy ilyen kis szaroszlopba, amit kidöntöttünk mi sorba. Mi sorba? Hogy 30-at kidöntöttünk. Gyere másik. Nem bírok futni, fogd már fel. Kocogás meg nem ér semmit. Na várjál, pihenek előtte egy kicsit tudjak futni. Meg koncentrálok, hogy be tudjak szarni. Basszus itt egy... Takarodjál már büdös kukát! Várjál, kirángatom, nekem kell egy kocsi. Hagyjad. Mi bajod van, kis nigger? Gyorsan, gyorsan, nehogy kiszedjenek! Jármű beindítva. Hé, hey, ez hova mentünk? Segítetek tolni egyébként, aj, hülye rádió vagy. Hé, hey, beszállok prodos kocsiba. Sokat tud vele tenni. Ami szerintem ott is be tudom nyomni a szelprocesszor, szóval vigyázzon, hogy ő is benyomja. Na várjál, odatolom a kocsit, odatolom. Várj, beülök. Várj, nem kell beülni. Hát ilyen segítőkész vagyok, a gyerek meg elfutott ijegységében. Jaj, de rendes vagy, kösz, így már jó. És el is visztek, hogyha ja, akarod. És el is visztek. Hát eljöttnek. Ó, hallom már a dudálást. Hova tűntél? Nem szálltam be, hol vagy? Hát te hol vagy, ja ott vagy. Okay. Szállj be az öregember furgonába. Anya, ez egy rendőr volt? Nem, mentős. Jó. Utána! Nézzük, hova mentek a szuperzsaruk. Beépített rendőrök. Kukásnak álcázzák őket, vagy magukat, és így próbálják elkapni a bűnözőket. Megpróbálja kiverni Surman Palik, de sajnos nem sikerül neki. Majd máskor. Merre mentek, he? Na jó, öngyilkos leszek. Hölö, itt vannak a zsaruk, te. Most berobbantsam. Anyád, bazd meg, ezek alimba vannak. Mit csináljunk? Jó, segítsünk nekik, ez egy... Mi, van neked izékél? Persze, hogy van kötszerem. Azzal szoktam fapolni. Öreg ember jön segíteni. Támogathatjuk örökben öröket valamivel? Akkor ajátok picsáját. Hát akkor menjünk tovább kukás autóval. Egy orvos jöjjön. Hát ha nem jó az, én nem vagyok jó, csak orvos kell, te finnyes kis ribad. Jó, tici Múje fáj, múje fáj, olvastad? Nem. Várj, beírom, hogy basszátok meg köcsök zsarok. Tele van minden rendőrkkel. Csak nehogy azt higgyek, mi vagyunk a bűnöző. Basszus, alig van hátra. Anya, ezek mennek tovább, várjál, várjál, megyek oda. Kövessük őket ők. Oké, okay, de észrevétlenül. Jó van, jó, úgyis vagy. Meg kéne állni majd egy boltba. Hát errefelé nincs olyan volt.
Vadásznunk kell embert. Hullákon táplálják. Tűrű. Ott az admin kell követni, gondolom, ő az, aki felügyeli az üldözést. Úristen, nem látok, nincs lámpa, ezért nem látok semmit, úristen! Ó, bazd meg, ez admin! Ó, bakker! Perva elájult, Vaba írja, Per Vaba. Perva elájult. De ő ma a szembe sávva öcsi, szóval nem az én hibám. De miért Per mi? Akkor látja, hogy te vagy, mondta, hogy Perva. Leszarom, mi, ő volt a hibás. Hát igen, látszik, az admin ilyenkor nem csinál semmit, akkor unosan megáll az út közepén rossz sávban. Mi az olyan, mint a rendőrök, úgyis nekik van elsőbsége is. Nézzük, hülye korrupt buzik. Vagy én rendőr leszek, én is ezt leszek. Megint. Kell majd M4 meg ilyes? Hát de most már más a rendszer, az a baj. Nem lehet 1500 töltényes MB-t kivenni a raktárból és elvinni a barátoknak. De amit mindig mindenki így vág le, az a vicces. Én nem, én szépen szabályos. Sziasztok! Remélem megzavartam valamit. Jaja. Per lámpa. Mi van? Annyira szét van törve, már nincs lámpa? Hova menjünk? Nem tudom. A boltba menjünk már, főleg a te vezetési stílusodtól. Ott egy taxis, elévágok. Üssük el. Meg volt. Perva elájult megint. Perva elájult. Beveri a fejét, én meg elájultam. Most csinál a szper. Ja, nem tudsz. Megfogja az öv, de elájul. Jó van. Anyád, bitch. Várja, Perva magához tér és elhajt. A tett helyéről. Jó lesz ez. Akkor nem itt vásárolunk. Gyorsan. Nem itt vásárolunk. Elhajt a tett szín helyéről, de előtte megáll a boltban. Ott volt a bolt. Anyádat. Á, most már hagyjuk. Ott a... Pizzériába zabálsz, akkor lehet tudom, hogy vinni prodot. Úgy van az meg. 73 HP-n volt. Ez egy csomó, hát ne panaszkodjál, hülye gyerek. Hülye gyerek. Na, szia, én most itt hagylak. Na, ezek a főadminok hogy össze-vissza lépkednek? Hogy kell itt menü. Fizetni, per menü. Pizza? Vagy menü. Azt a rohadt, a legdrágábbat. 15. Nagy mexikói pizza? Azt, igen, 129. Nekem is ennem kéne kettő valamit. Ne van szendvicsem. Megzabáltam kettő. Na meg még ígyunk hozzá egy Coca-Cola. Termék megjelenítés tartalmaz a videó. Abbaszeg. Ezt nevet akarok váltani. Hú, 2000-et elköltöttem zabát. Ron Vincenzo idejött mellém. Ajaj, fórumon kell írni. Szétverjük, nyugi. Mivel? Felvettem a maszkot, nyugi, nem tudja ki vagyok. Mit írnak? Gyere már ide, hova mész? Ja, oda mentem adminhoz. Mondani akartam. Nézd, milyen szép maszkom van. Király vagy súrban, Pali. Ott egy rendőr. Ha most legállít, én kinyírom. Ajaj. Inkább a niggert, mint engem. Ez mit villog? Szóval, hogy ez szirénázik, mert én nem hallom. Nem szirénázik. Akkor majd ordibálni fog nyugodt. Megafonra gondolsz? Na, várjál, most fel egy kis dolgom a Grove Street-en. Össze kell szednem. Udvardi Szabolcs! Össze kell szednem egy kis szemetet per niggereket. Dudáljál. Bakker, sok eldobott fegyver miatt... Amúgy én sem látok semmit. Nem tudom miért, hogy itt ekkora nagy leszámolások vannak. Az itt a líder, itt a líder! Üssük el! Biztos. Na hol menjünk, nigger? Nem tudom.
ilyen hangos vagyok nálad. Bakker. Ja. Bakker. Nem számoltam bele, hogy pont benne lesz. Látod, milyen szépen beveszem a kanyarokat? Pont kiszámolom. Most rákanyarodok, és kezdem a kanyart, és a kurva életbe. Hagyjál végén, ez jó lesz, mondtam. Ej! Ez ott mit csinál? Fúj, dugnak a prodos kocsik. Dugnak a prodos kocsik, én meg kocogok és bólogatok közben. Úristen, milyen selejt prodos kocsik vannak itt. Összes totál káros, amúgy. Nem már 27%-os. Komoly. Szia. Beszálltál? Ekkor egy buzi vagy. Ha? Vajon miért? Nézd már meg, hogy néz ki. És kivalljuk azt a két kérék. Nem, egy van. Na, haladjunk kérem szépen. Lehet, te piálni kell, hogy ki... Menjünk a piálni kell, hogy egyensúlyozzuk a izét, a lyukas kereket. De ezt ideadom a prodot, mert az drága. Engem addig rakják ki, ha Alhambrába addig melegítek. Hát jó van. Szeretem, az annyiból jó ez a CRPG, mert senki sem veszi komolyan, csak az adminok. De ők se annyira. És ezért lehet rajta hülyülni. De komolyan, mert mindenki full nonos. Komolyan, mert mindenki... Úgy van, már is csak 164 57%-os sérülés. 57%-os. Ki fogod fizetni ezt a kurva kaját? Nesze neked, nigger, szálljál ki! Melyek tovább leadom a prodot, olyan jól néz ki ez a lyukas kerék. Most az így fogok menni. Tici rendeljek neked is? Kocintós. Hárulnak ilyet egy diszkóban. Képzeld, a diszkóban táncolnak, de a motelban és így kocintós iszlik közben valaki. A boxban, a burik. Mi is itt a ja. Pedrink? Az. Ott, na szereztem lóvét. Mennyi? 7500 profitot szereztem, azt elköltöm PR-ra. 57% sérülés, bebaszva nehéz lesz megtartani majd, na mindegy. Az öreg bácsi mindent kézben tart. We are drunk, we are free. Ez autópályán rallizunk. Csak nehogy ellopja valaki a lyukaskerekű benzonunkat. Na, csak gyorsan megyünk piálni, mert le se állítottam a motorot. Egy motort. Oké. Okay. Na, ígyunk valami drink, pálinka. Nézd, ki a táncpartek? Na, ki a táncpartek? Surman, Pali, legyen, várjál, meg ki a leghajlékonyabb ember itt? Hát én! Na, igen, én. Kukurikú, kotkodá, kukurikú, kotkodá, dá, kotkodá, kotkodá. Na. Bakker, nincs piám, most megint vásárolhatok, te. Futunk az izéhez, hallod, a pulthoz. Annyira szomjasak vagyunk. Oh, igen. Ne. De, én most éppen a szemembe öntöm a pálinkát, hagyjál már. Fertőtlenítem a szememet. Te is a szemedet fertőtlenítened? De néha megütsz, az a baj. De szó szerint a szemembe öntöm, hallod? Hát gyorsan nyomom, akkor gyorsan is. Ne üssél már! De te ütsz engem. Akkor laggolom. Mennyi a pingem? 64. Na, eléggé vagyunk baszva. De mennyi a tetőre és... Nem! Na, mennyi a tetőre és ott vigyál szerintem közben. Már nem tudok, mert csak ne lopják el a lyukas kerekünket. Nincs itt. Jól látom. Passz. Jól látom. Ott van az. Nem. Valamelyik buzi elloptad, akkor menjünk ezzel. De ez megy. Nincs kulcsa ez a járműhöz. És ellopták az egyetlen szórakozásunkat. Hát akkor aludjunk a kukán. Kézen álljunk a kukán. Várj, visszamegyek pálinkáért. Ja, én is akkor már.
Így kezdődik a buli. Egy öreg ember és egy kigyúrt állat elmegy inni. Ez egy ilyen izé, hogy hívják? Másnaposok 5 feeling. Nem tudom, hanyadik rész. Egy öreg ember. Pizsamában. Elmegy inni. Lyukaskerekű kocsival. Na, fussunk. Na, lassan, mert kifáradtam. Addig én iszom. Ott egy bácsi. Kérdezzük meg, hogy kőpá lesz. Dobri lesz. Hú, de laggol nálam. Elfut. Menekül elő. Milyen gyors ez már? Nem bántam. Rendőr. Ja nem, mégsem. Ja, talán mert maszk van rajtam. Lehet, hogy azért nem maszk. Lehetséges, és pálinkával oda legyünk te meg egy maszkba. Egy öreg ember pálinkával, meg egy maszkos pálinkával. Mögötted. Hol vagy, Tici? Úristen. Hirtelen eltűntél. Ja, előttem. Na, állja, rájöttem egy pillanatra a videót, hogy megnézzük, mi a probléma. Na, hát a piállás most itt éppen folytatni fogjuk, de ha kíváncsiak vagytok, akkor nézzétek, akkor igen, a következő részben városházzal megyünk bepiával, miközben a szememet öntöm, meg fertőtlenítem alkoholval, válasszal. Szóval, nézzétek a kövi részt, az öreg ember nagyon fog csinálni, sziasztok!